Konásznagy Mátéval már elkezdtünk egy beszélgetést, amit most szakértő vendégünkkel folytatjuk, de ha valaki olyan szerencsés, hogy csak most ébredt föl, és ezt nem hallotta, akkor összefoglalom, hogy arról a szeptember 21-én életbe lépő, azonnal hatályba lépő és visszamenőleg is érvényes kormányrendeletről beszéltünk, és most is arról fogunk beszélgetni, amely szerint környezetvédelmi szabályszegés esetén a jövőben nem köteles többé szankciót kiszabni a hatóság, sőt kifejezetten tilos a számára korlátozni, felfüggeszteni, vagy a jogellenes tevékenységtől eltiltani azokat, és most jön a lényeg, akik szerződésben vállalják a károknak a helyrehozását. Magyarán, hogyha valaki kárt okoz, és szerződésben vállalja a helyrehozást, akkor nem lehet eltiltani ettől a tevékenységtől. Civil szervezetek, szakértők és ellenzéki politikusok is felhívták a figyelmet, hogy ez egy nagyon nagyra nyitott kiskapu az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos beruházások előtt. A kormány ezt cáfolja, viszont egyelőre még nem történt meg a pontosítása ennek a kormányrendeletnek, pedig már 3 közlöny is megjelent azóta. Összeszedtük egy térképre az akkumulátor gyártáshoz kapcsolódó üzemeket Magyarországon, amelyek már épülőfélben vannak, vagy éppen már zajlik bennük a beruházás, és ugye nem egy ezek közül már azzal került be a hírekbe többször, hogy valamilyen súlyos, akár emberéletet követelő jogsértés is történt. Na, hogy a jövőben ilyenkor hogyan kell eljárni, erről fogunk meg a rendelet hátteréről beszélgetni a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértőjével, Dedák Dalmával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye fontos ide idézni, amit az Energiaügyi Minisztérium szombaton reagált, miszerint ez csak a működő koházati üzemekre lenne alkalmazható, akkumulátorgyárakra nem, és a pontosítás megtörténik. Mennyivel vagyunk beljebb, hogyha ez a pontosítás valóban megtörténik? Amennyiben megtörténik ez a pontosítás, és valóban csak a kohászati üzemekre vonatkozik, akkor is lesz egy olyan szektor, ami gyakorlatilag szerződésben vállaltak szerint egy nem minden esetben nyilvános, vagy legalábbis a kormányhivatal honlapján nem kötelezően közzétendő szerződésben vállalt módon úgy szennyezhet gyakorlatilag, ahogyan azt egy politikai megállapodásban állítják. Tehát, miért mondja azt, hogy politikai megállapodás? Mert ugye itt a hatósággal történik a szerződéskötés. Így van, viszont született a szeptember 21-i kormányrendeletet követően egy olyan kormány határozat, ami előzetes politikai jóváhagyáshoz köti ezeket a szerződéseket. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag azokban az esetekben történhet meg a szankció szerződéssel való megkerülése, hogyha arról születik egy politikai jóváhagyás. Nem is köntörfalasztak egyébként, ez egy előzetes jóváhagyás, tehát nem a szakmai tartalmat hagyják jóvá, hogyha indokoltnak tűnik az, hogy szerződést kössenek a hatósággal, hanem azt, hogy kivel köti a hatóság a szerződést. Tudunk mondani egy konkrét példát, hogy valamilyen szabálysértés, amiről tudunk, beszámoltunk, valami környezetvédelmi károkozás történt, eddig mi volt az eljárás, és most ennek alapján mi lenne? Nagyon nehéz a kérdés, mert maga a hatósági szerződés intézménye az azért egy speciális intézmény, mert a szerződésben foglaltak szerint történik majd meg az eljárás. Azt tudjuk viszont, hogy a már kiszabott szankciók, vagy a jövőben kiszabandó szankciók, azok nem lesznek alkalmazhatóak ezekben az esetekben, tehát hogyha például a bátonyterenyei akkumulátorgyárnak a folyamatos szabályszegéseit követően történne egy szerződéskötés, akkor egyrészt már visszamenőlegesen is érvényesíthető, ami például felveti azt a kérdést, hogy mi lesz a már kiszabott bírságokkal. Másrészt ugye a tevékenység felfüggesztését azt fel kell függeszteni, tehát működhet tovább szabálytalanul az üzem, ami emberéleteket is veszélyeztethet akár, hiszen tudjuk azt, hogy a hatóságnak a kiérkező ellenőrei is rosszul lettek akkor, amikor ellenőrizték a gyárat. Igen, bocsánat, ez nem egy gyár, hanem akkumulátor hulladék feldolgozó, elnézést. Igen, 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 ez így pontos. Igen, valóban ennek a rendeletnek talán az a legfurcsább része, hogy felfüggeszteni vagy korlátozni sem lehet a tevékenységet. Ez vajon miért van így? Mert a rendelet az kifejezetten a jogsértőkre irányul, jogsértés esetén történik meg a szankcionálás, és ennek a szankciónak a kiváltására születik a hatósági szerződés. Meg kell jegyezni, hogy a hatósági szerződés az egyébként egy tipikusan békeidei, egy nem rossz jogintézmény. Hatósági szerződésben lehet rendezni olyan jogviszonyokat, amiket a szigorú, merev jogszabályok nem engednének. Békeidőt itt most mire értettem? Mert ugye egyrészt egy háborús helyzet miatti veszély.
helyzeti kormányzás van, de más értelemben is nem rendkívüli idők vannak? Éppen ez a furcsaság ebben az egész történetben, hogy a hatóságnak van ugye egy szolgáltató tevékenysége, hogy szolgáltat különböző lehetőségeket, mind az állampolgárokat egyfelől védi, másfelől az üzemeknek azt, hogy szabályszerűen tevékenykedjenek, ahhoz kapcsolódnak különböző hatósági tevékenységek, és a hatósági szerződés ezeknek a hatékonyabb szabályozására kiválóan alkalmas lehet. Viszont a szankcióknak a megkerülésére és a folyamatban lévő szennyezéseknek a kár elhárításának a hosszú idejű kitolására, tehát a szennyezés tovább mehet, de a szerződésben vállaltak szerinti ütemezésben kell azokat mérsékelni. Erre viszont a hatósági szerződés álláspontom szerint nem alkalmas, sőt ez egy veszélyes jogintézmény. Arról szól egyébként a FÁMA állítólag, hogy a Dunafer esetében merült föl az, hogy ott van egy folyamatban lévő szennyezés, és le kellene állítani jogszabályok szerint az üzemet ahhoz, hogy ezt a problémát ezt megfelelően kiküszöböljék, viszont ezt nem szeretnék, nyilván nagyon sok embernek a munkahelye megsérülne. Meg ott az újraindítása sokkal és ez így van, más. Pontosan azért ez egy nagy kohászati üzem, tehát ebben a tekintetben még akár elfogadhatónak is tarthatnánk olyan szerződést, ami segíti azt, hogy a környezet védelmese sérüljön, és magának az üzemnek is a működése. Oké, de akkor miért nem hoznak valóban egy pontosítást? Ez a jó kérdés, ugyanis hogyha valamilyen jogszabályt alkotunk, akkor annak célszerűnek kell lenni, és a címzettekre vonatkozóan egyértelmű tartalmúnak. Ez a mostani rendelkezés, ez gyakorlatilag mindenkire vonatkozik, nem csak a Dunaferre, nem csak a kohászati üzemekre. Szó szerint szerepel benne az a szó, hogy a már meglévő jogsértésekre is. Tehát ebből egyértelműen következik az, hogy több jogsértésre is kívánják alkalmazni a jogalkotók ezt a jogszabályt. Mindenféle károkozás helyrehozható? Természetesen nem. Például a felszín alatti vizeknek a szennyezése az elképesztően nehezen kármentesíthető. Ezért van az például, hogy a debreceni akkumulátorgyár esetében is a vízbázis mennyiség az nem akkora, mint amekkorát szoktak mondani a különböző műsorokban, mert ott van egy kármentesítés alatt lévő vízbázis, aminek már hosszú évek óta folyik a kármentesítése, és nem biztos, hogy valaha is megtörténhet ez. Tehát számos olyan szennyezés van, ami nem, vagy legalábbis rövid távon nem kármentesíthető, és emberi életeket is veszélyeztethet. Ugye az önök oldalán a mai napig lehet aláírni egy ezzel kapcsolatos petíciót. Egyébként még milyen lehetőségek vannak? Ugye itt már ma reggel elhangzott, hogy alaptörvényellenesnek tűnik ez a rendelet. Igen, a petíció.wwf.hu weboldalon lehet csatlakozni egy nyílt levélhez, ami a hatóságoknak a megerősítését szolgálja, illetve azt szeretnénk elérni, hogy a különböző gyárlétesítéseket megelőzően történjen egy olyan országos környezeti értékelés, amivel egyértelművé válik, hogy mennyi gyárat bírnak el az ország erőforrásai, és ezek hol helyezhetőek el. De igen, valóban, tehát Alkotmánybíróságnak számos döntésével ellentétes ez a jogszabály, ehhez nem kell jogásznak lenni, hogy az ember belássa. Ugye itt az elért környezetvédelmi szinttől való visszalépést tilalmát is sérti, hiszen ez egyértelmű visszalépés, sérti a korlátozhatatlan hatalomgyakorlásnak az elvét, sérti a normavilágosság elvét, és hogyha azt nézzük, hogy tulajdonképpen itt a jogalkotó azt mondja, hogy nem úgy értettem, de ezt írtam le. Tehát itt számos olyan jogszabály van, hosszan lehetne sorolni a mi problémát, akkor az Európai Uniós jogot is. Meglátjuk, hogy lesz a pontosítás a következő napokban. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszontlátásra.